Nagyon könnyű feltételek mellett ezt mondhatom, már a korábbiakhoz képest. Ugyanis mentességet kap mindaz, aki a középiskolai fizika osztályzatai alapján legalább 3,5-et elér, az összes osztályzatokat figyelembe véve. És egy sajnálatos tévedéshez is vezetett ez, mert 120 pontot ad a rendszer automatikusan ilyenkor, a számítógépes rendszer, amikor valaki ilyen mentességgel jut be, és ez a 120 pont marad bent a hálózatban, és aki most onnan tájékozódik a mi pontszámainkra, az azt látja sajnálatosképpen, hogy ide 120 ponttal lehet bejutni, miközben az ötös egyetemre 72 ponttal. A klasszikus rendszert követjük, és e szerint mechanikával kezdünk. Tehát körülbelül ez megfelel a sorrend, a történeti sorrendnek is a fizika fejlődésében. Először a mechanika fejlődött ki, aztán a hőtan, aztán a elektromosságtan, optika, és végül a modern fizika, a 20. század fizikája, mondjuk az atomfizika és magfizika. Azt hiszem, hogy a fizikusok elsők között voltak, akik megpróbálták ledönteni a határokat a különböző tudományágak között. A fizikai szemlét például ez a fizikusoknak a hivatalos folyóirata. Ha ezt megnézzük, akkor ebben rengeteg környezetvédelemmel kapcsolatos cikk van, rengeteg kémiai, biológiai és így tovább. Tehát itt azért már nagyon rég megindult ez az áttörés, és itt a főiskolán is egyébként igyekszünk ennek a kihívásnak eleget tenni. Éppen most dolgozunk egy integrált természettudomány szak előkészítésén. Elvileg bármilyen szakpár lehetséges, tehát nincs kizárva semmi magyar irodalom és fizika szakos hallgat, hittan fizika szakosunk is van jelenleg is, de azért mégis vannak klasszikusan frekventáltabb, tehát jobban keresett szakok, így mondanám. Ilyen a matematika fizika, a biológia fizika, és kisebb mértékben talán a kémia fizika. A fizika tanári pálya most sokkal kedvezőbb, vagy hívogatóbb, mint korábban volt, ugyanis elég nagy fizika tanár hiány van országosan. Évek óta sokkal több fizika tanár megy nyugdíjba, mint ahányan végeznek. Tehát egyre kevesebb a fizika tanár, úgyhogy a végzettek nagyon könnyen kapnak tanári állást. De ha nem akarnak tanárok lenni, akkor számtalan más lehetőség van. Csak egy-két példát mondanék, hogy volt hallgatóink, hol helyezkedtek el. Például telefontársaságoknál, rendőrségnél meglepő módon többen, bankokban. Ugyanis a fizikai modellezés, fizikai gondolkodásmód azért annyira nem tisztán természettudományos, hogy ne lehetne másra alkalmazni. Tehát pénzügyi, meg a közgazdasági modellekben is alkalmaznak fizikai modelleket például ma már. Mindenképpen tovább tanulhatnak, erre nagyon sok példa van, szintén volt hallgatóink, sikerrel elvégezték az egyetemet. Jelenleg még a feltételek eléggé kedvezőtlenek. Van, ahol 2 év, van, ahol 3 év után lehet megkapni az egyetemi diplomát, de majd most az új rendszer szerint, ami néhány év múlva lép életbe, és ez a bolonyai egyezményen alapszik, 3+2-es oktatás lesz, tehát 3 éves alapképzés, és utána lesz egy 2 éves egyetemi képzés a tanári szakokon, és azt hiszem az összes szakon így lesz ez, és akkor a főiskolák valószínűleg egyelőre legalábbis, és a szakok többségében a 3 éves alapképzést tudják megvalósítani. Ami a fizikának, főleg a technikának az iparba való átmenete és az ipari alkalmazása az, ami mondjuk nem egy közvetett hidat képez tulajdonképpen
azt hiszem mondhatnánk nem csak a fizikára, hanem az összes alaptudomány, tehát az összes természettudomány és a közgazdaság között. De minden esetre ma már a Tudományos Akadémia is keresi a kapcsolatot a piaci képviselőkkel, hogy minél gyorsabban próbálják a tudományos eredményeket piacosítani. Az oktatáson kívül, és az oktatás mellett mondhatnám, az egyik fő kutatási irányunk a szakmódszertani kutatás. Ebben különösen kitűnő eredményeket értünk el. Rengeteg szakmai bemutatót tartunk, akár a régióban, akár országosan is, konferenciákon, országos, sőt nemzetközi konferenciákon is. Ezen kívül folyik egy olyan kutatás, ami a megújuló energiaforrások hasznosítását szolgálja. Itt a háttérben látunk például egy napkollektort, amely a napenergia kutatási programunkhoz csatlakozik egyrészt, de a hallgatóknak is vannak ilyen jellegű méréseik, tehát már mondjuk a tananyagba is beépültek ezek a korszerűbb témák. És végül én magam régebbi szakmai előéletem folytán talajfizikai kutatásokkal foglalkozom. Hivatalosan is van néhány kötelességszerűen végzendő átoktatásunk, például a kémia szakon van fizika oktatás, a fizika szakon meg kémia órák vannak, ez a tanterv szerint is meg kell, hogy legyen. De ezen kívül saját kezdeményezéseink is vannak. Például elég nagy sikere van a nemrégiben, hát azért már körülbelül 2-3 éve elindított a Nagyvilág kis csodái című speciálkollégiumnak, amelyet több kollégámmal együtt, hát a kémia és fizika tanszék együtt csinálja, és én ugyan epizód szereplőként, de mondjuk rövid, hát néhány órára én is benne vagyok újabban már. Ez elsősorban nem fizika szakosoknak és nem kémia szakosoknak készül, tehát egy olyasfajta nyitást próbálunk megvalósítani, ami a fizikát és a kémiát, vagy általában a természettudományokat népszerűsítené a nem szakos hallgatók számára. Ez tehát az oktatási programunknak a jellemzője. A kutatáson belül ott többfajta együttműködés van. Módszertanban együttműködünk többi főiskolával, mondjuk főleg a nyíregyházi főiskolával, kisebb mértékben a Szombathelyvel, hát ők messzebb vannak, és a talajfizikai kutatások területén a Tudományos Akadémia Talajtani Kutatóintézetével és a napenergia kutatások terén pedig a Gödöllői Szent István Egyetemmel. Itt igyekszünk azt a csorbát kiküszöbölni, amit a középiskolában szerintünk hosszú ideje elkövetnek. A fizikát nagyon elméletiesítik, nagyon csak a kréta fizika, úgy hívják ezt, amikor valaki a táblánál áll krétával, és példákat old meg. Na most ezek a példák, ezek vagy reálisak, vagy nem, általában azért eléggé valóságtól elszakadt problémákról van szó. Az általános iskolában még van kísérletezés helyel közel, a középiskolákból viszont kivész teljesen. Itt ugyanis egy fölvételi vizsga orientált képzés folyik már, és a fölvételi vizsga az kizárólag példamegoldásokból áll. Na most ennek az a következménye, hogy a valóság szaga a fizikának megszűnik középiskolában. Tehát az a fajta élmény, amit a kísérletek okoznak, főleg az, amit saját magunk elvégzünk, kísérleteket, az a középiskolában teljesen megszűnik gyakorlatilag, és a középiskolások nem találkoznak, csak egyfajta ilyen elméleti, vagy legjobb esetben mondjuk példamegoldási ágakon a fizikának a különböző ágazataival. Mi megpróbáljuk a kísérletező fizika oktatást megvalósítani. Ez is az egyik szakmódszertani kutatási programunknak a címe, a kísérletező fizika tanár. Itt
Kísérleteken, tehát a tapasztalaton keresztül próbáljuk a fizikai törvényeket bevezetni, és hogyha sok élményhez kapcsolódik egy ilyen dolog, ugye ezt tapasztalatból tudjuk, hogy akkor a fizikai törvények megértése is sokkal egyszerűbb. Ha talán a fizika történetét ismeri az ember, akkor valamelyest bevillannak ezek a szépséggel vagy érdekességgel kapcsolatos dolgok. Ha az egész 20. század fizikáját tekintjük például, ami egy teljesen megújult gondolkodásmódot és megújult világképet eredményezett, akkor ez már önmagában is bizonyító erejű. Az egyik ezzel foglalkozó könyv címe például az volt, hogy egy fizikatörténeti munka, hogy The Second Creation, a második teremtés volt ez, amit a 20. században csináltak a fizikusok. Sajnos a fizikának aztán utána az eredményeit nem a fizikusok ellenőrizték, kicsúszott már az ellenőrzés alól nyilvánvalóan, amikor a politikusok kezdték alkalmazni, akkor nagyon sok rossz dolog is, és nagyon sok árnyék is vetült a pozitív eredményekre. Elég, ha az atombombára gondolunk, vagy az atomerőmű balesetekre. Tehát nagyon sok tekintetben a fizika kompromittálódott is az elmúlt időszak alatt. Azért, aki egyszer belekóstol és igazán alaposan próbálja megismerni, az előbb-utóbb megszereti, és utána már nem kell őt biztatni, hogy és nem kell bizonygatni előtte, hogy a fizika nagyon szép és érdekes dolog.